Nagy bevásárlás az egyik budai úti nagyáruház kasszájánál. Kettől már a hideg élelmiszer is kifizethető a Széchenyi pihenőkártyával egészen május 31-ig. A Hírről tett közzé egy videót közösségi oldalán Szent Királyi Alexandra. A kormány szóvivő azt mondta, az egész Európában drasztikusan emelkedő energia és élelmiszer árak miatt hozta meg a magyar kormány az intézkedést az élelmiszerár stop mellett. Február elejétől lehetővé tették azt is, hogy már hideg élelmiszert is lehessen vásárolni szép kártyával május végéig. Mivel a szép kártya zsebek közötti átjárhatóságot már tavaly áprilisban lehetővé tette a kormány, így élelmiszert is bármely zsebből, tehát nem csak a vendéglátás, hanem a szálláshely és a szabadidő alszámláról is fizethetünk. Azok a munkavállalók tehát, akik rendelkeznek szép kártyával, azt már a napi élelmiszer vásárláshoz is fel tudják használni. A nagy élelmiszerláncoknál egyelőre barátkoznak a vásárlók az új lehetőséggel, tudtuk meg a Spár Magyarország kommunikációs vezetőjétől. Igaz, az ő áruházaikban már korábban is elérhető volt ez a lehetőség, meleg ételszolgáltatás esetében már eddig is gyakran használták szép kártyájukat a vásárlók. Amikor a törvényi környezet megváltozott az idei év elején, és lehetővé vált, hogy február 1-től néhány hónapon keresztül a hideg élelmiszerekre is kiterjeszthessük a vásárlási lehetőséget a szép kártyák vonatkozásában, akkor azonnal lépéseket tettünk, és az összes szolgáltatóval, így az OTP-vel, az MKB bankkal, a KNH-val, illetve az EDR-rel is szerződést kötöttünk, így a létező összes szép kártyát el tudjuk fogadni a vásárlóinktól. Az első nap tapasztalatai alapján azt tudom mondani, hogy a vásárlók még barátkoznak ezzel a fizetési megoldással, viszont nagyon pozitívan vették azt, hogy a létező összes szép kártyatípust el tudjuk fogadni. Fontos azonban hozzátenni, hogy csak élelmiszer vásárolható az áruházakban szép kártyával. A kormányrendelet értelmében egyebek mellett alkoholt, újságot, vegyi árukat és kozmetikumokat, állateledelt, de hűségakciós termékeket, ajándék és mobiltelefon feltöltő kártyát sem lehet vásárolni szép kártyával az áruházakban.